Már úgy hiányzott ez a hang. Már úgy hiányzott. Na itt vagyok a Szalárjevói metróállomásnál. Na jó, de ez melyik város? Segítsek egy kicsit? Esetleg ez segít? És esetleg ez ismerős? Ott van a Nyelvet hegyén! Gyerünk, tudod te! Kitaláltad? Ez zseni vagy! Moszkvába érkeztem! Nemrég szálltam le a repülőről, és éppen próbálok bejutni a városba. Akik gyorsabban szeretnének bejutni a Vnukovóról Moszkva központjába, azoknak ajánlom a gyorsos utat. Én viszont a buszos és metrós megoldásnál maradok. Hát nem gyönyörű? És akkor a bakancslistámról egy ősrégi tételt le is húzhatok. Egy ősrégi, istenem, de jó, és még csak most jöttem meg Moszkvába. Igazából ezért. Varabjavi Gori, Moszkva folyó fölött lévő állomás, és egy elég furcsa színes erdő. A térképem szerint akkor ez a Varabjavi Gori nevű park, amiről a metróállomás a nevét is kapta. Ennek a parknak a színvilága tükrözi a jelenlegi lelki állapotomat is. Moszkva! Hú! Na jó, nyugi, vissza a metróhoz. Bajban leszek, hogyha nem megyek most már a szállásra, és nem foglalkozok más dolgokkal is. Metrózás lesz még, de az majd egy külön blogban, még arra visszatérünk. Aha, megvagy. Az első két estémet az Axel Hostelben fogom tölteni, és el is foglaltam a szállásomat. Ez egy igazán tipikus, fiatalos tömegszálló, bár a szobában még egy öreg néni is lakik. Nem baj, hát pont ez a varázsa ezeknek a kis hosteleknek. És akkor most szerzek valami kaját, mert farkas éhes vagyok. Na de mi a palherét keresek itt Moszkvában, a tél közepén? Joggal merül fel a kérdés. Hát, tulajdonképpen megint csak elutaztam külföldre nyaralni, méghozzá a legjobb helyre, úgy érzem, mivel Moszkva nekem nagyon régóta bakancslistás város volt. De csak 4 napot fogok itt tölteni, utána még hidegebb éghajlatra utazom, méghozzá a távoli Murmanszkba, onnan pedig kiugrom egy kis faluba, Tyeriberkába, és végül az utazást Szentpéterváron fogom befejezni. Lehet brutális hóesés, lehet jeges szél, de ha nem hagyom el a kamerámat, és nem lopják el, és még kedvem is lesz filmezni, tehát miért ne lenne? Akkor gyertek velem, elkalózóllak titeket Oroszországba 2 héten keresztül. Nem tudom, hogy mi vitt rá, hogy ezt az utat végigbarangoljam, de elég brutális lesz. Főleg már a kezdés kicsit nehéz, hogy nem találni rendes boltot. Ez valami hippi környék lehet. Haha,
Megvan a bolt! Ideje menni vásárolni! Folytassuk az esti városnézést! Но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Vissza is érkeztem a hostelhez. Akkor ennyi volt az első esti séta. Ez így bemelegítésnek Moszkvából nem is volt rossz. Úgyhogy holnap folyt köv. Spokojnyi nocs! Az elmúlt években a legtöbbször igazán elhagyatott, nomád helyekre utaztam, úgyhogy ezek után Moszkva egészen könnyű kihívásnak tűnt. Azonban az első teljes napom reggelén nem igazán tudtam, hogy mivel is kezdjem a felfedezést. Többször, több helyről is hallottam már, hogy egészen jó móka, ha sétálás közben nézed a városban vándorló helyeket, ahogy teszik a dolgukat, ahogy utaznak A-ból B-be. Hogy hol lehet Moszkvában igazán sok ember mindennapjaiba így bepillantani? Осторожно, двери закрываются. Следующая станция... Na, mit szóltok ahhoz, ha most jön egy kis metrós blokk? Zenésen, néhány információ morzsával, gyönyörű állomásokkal. Gyertek! És kíváncsiak lennének. Van egy rossz hírem, még várnotok kell egy kicsit, mert én viszont nem bírok innen elszabadulni. De maradjatok ti is, ízlelgessétek ezt az igazi, hamisítatlan moszkvai metrós hangulatot, ami tényleg maga nemében egyedülálló. Állomásról állomásra tudok csak haladni, mert egyszerűen mindegyiknél meg kell állnom. Hát a Belaruszkajától a Kurszkaja állomásig találhatóak a legszebbek az ötös vonalon. Tényleg, minden állomáson leesik az állam. A tervezők számára nem volt határ, és hát kiölték a művészi kreativitásukat. Egészen lenyűgöző. Persze, tegyük azt hozzá, hogy akik tervezték és építették ezt a metrót, azért elég komoly nyomás alatt voltak a szovjet pártállam miatt. Tehát vagy megcsinálják,
majd pedig gulág. Az, hogy faltól falig bemutassam a moszkvai metrót, nem azért tisztem, de sok szeretettel ajánlom a Couchsurfing Hostomnak a videóját, Anna a moszkvai metróról, jó tanácsokról, jegyekről, bérletekről, mindenről készítette egy alapos és hasznos videót, amit be is linkelek itt nektek. De azért előbb még nekem nézzetek végig, jó? Azért csak, hogy érzékeljük, hogy melyik politikus milyen ranggal bír. Putyin, Lenin. Stílus és elegancia. Kumáruház. Vöröstér 3. Jöjjön vásárolni hozzánk ön is! Milyen parfüm illat van. It's shopping time. Magad vagy ló. Tehát ez itt a gumáruház, Moszkva leghíresebb és legrégibb plázája. Ami így a feliratok és a zene alapján inkább egy japán bazárhoz hasonlít. Miért nem lehetne inkább oroszosabb tematika, ha már Moszkva kellős közepén vagyunk? Jó van, na, nem rinyálok. Te, Józsi, milyen követ tegyünk el? Hát nem tudom, bazd le oda, tök mindegy milyen mintázat, meg milyen színű. Szarni bele, jó lesz az úgy. De biztos, hogy nem maradok itt. Nem. Rövid összefoglaló itt az Axel Hofterről. A Bookingon nagyon jó értékeléseket kapott. Bőven 9 pont fölött. Hát azért én elkezdeném árnyalni a képet. Egyáltalán nem olyan jó hostel. Figyeltem arra, hogy ugye sok értékelése legyen. Mert több olyan hostel is van, amelyek tényleg 9,5-10 pontosak, de alig néhány értékelés érkezett rájuk. Ugye a hostelnek a tulajdonosának a haverjai adják azokat a remek pontszámokat. Itt viszont határozottan jó kritikákat olvastam. Gondoltam, megszállok. Azzal nem számoltam viszont, hogy ebben a hostelben életvitelszerűen laknak többen is. Ami sok szempontból nem igazán kellemes. Nem lehet velük programot szervezni, mint mondjuk más külföldiekkel. Illetve valahol tudat alatt
én tiszteletben tartom az ilyen embereket, hiszen nekik másnap dolgozniuk kell. De közben meg, basszus, mégis én vagyok szabadságon, és szeretném jól érezni magam is, ha hajnali kettőkor csörtetve érek be a szobába, akkor hadd jöjjek már be úgy. Más utazók megértenek, viszont ezek az itt lakók nem annyira. Mi Moszkvában rettenetesen drágák a lakások bérleti díjai. Többen is összedobják a pénzt közösen, hogy ki tudják fizetni az albérleti díjakat. Akinek viszont arra sincs pénze, azoknak éppen megfelelő egy ilyen hostel. Úgyhogy reggel is volt túl fényes az Axel hostelben, és ezek a körülmények. Egy jó indulattal egy 7,5 pontot adnék ennek a szállásnak. Ez pedig itt, kérem szépen, az új Moszkva, ami jól láthatóan még jelenleg is épül-szépül, de a hatás az... Már úgy vártam, hogy végre valami hasonló látvány táruljon a szemem elé. A múlt, a jelen és a jövő. Egészen nyomasztó, ahogy ez a még készülő felhőkarcoló ezek fölé a tipikus szovjet házak fölé magasodik. Az utca egyik oldala és a másik. Alig bírom kinyújtózkodni, hogy beleférjen a képbe mindegyik. És ahol üzleti negyed van, ott persze mindenki autóval közlekedik, és ideges, stresszes. Ez itt a jelenlegi világ. Úgy érzem, mintha rám akarnának dölni. Elképesztő. Nos, ezek lennének Moszkva legmeghatározóbb arcai. A föld felett és alatt. Szerintem. A lakótelepeket eddig kihagytam... De túl sok újdonságot nem is tudok azokról elárulni. Moszkva legnagyobb része tipikus szovjet lakótelepekből áll. Számomra azonban egyetlen egy panelház mégis elég fontos volt. Hello there. I'm in the... Are you here? Yes, I am. Oops. Akkor a következő részt innen folytatjuk. Ez pedig itten kérem szépen a VDNH. Give me one five, okay. West Prime. Ma. Bulikov. Shortest party ever.